Megkezdődtek a mini VB küzdelmei, amit a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a brazíliai világbajnokság miatt rendezett meg. Elefántcsontpart kapusa jó ötletnek tartja a rendezvényt. Én már elég régóta részt veszek ezeken a tornákon, olyan 5 éve körülbelül, és természetesen nagyon jó ötletnek tartom, mert nyára is ugye kell a mozgás, főleg, hogy vége van a kispályás szezonnak. Nyáron is több salakos liga is lesz, műfüves liga is lesz, kisebb kupák is lesznek, majd a strandfoci augusztusban. És hát, mint láthatjátok, elég sok embert kivonz egy ilyen esemény. A megmérettetés a nevezett 10 csapatot 2-5-ös csoportra bontották, ahonnan 4-4 együttes jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. Petrás Gábor, a DLS főtitkára elmondta, hagyományteremtő céllal rendezték a tornát. Mindig alkalmazkodunk egyébként ezekhez az eseményekhez, hiszi akkor tényleg mindenki egy kicsit arra a világeseményre koncentrál, ami éppen van. Ugye erre mi is mindig kísérjük és figyeljük, és rendezünk, akár az olimpiára is csináltunk egy hangolra olimpiát, az a stadionban volt, és ott is élményszámba mentek a mérkőzések. A tornán díjazzák a legjobb kapust, mezőnyjátékost, valamint a gólkirályt is. A világbajnokságot megnyerő együttes pedig egy általa kiválasztott mezgarnitúrával lesz gazdagabb.